Ami az MTK-t illeti, ahogy az elhangzott, három változás. Stíber azért, mert rutinos, Miknyócki azért, mert fiatal, de ígéretes, Szpirovszki azért pedig, mert szintén rutinos került a kezdő 11-be. Ramadani egyébként az MTK csapatkapitánya. Ugye a régóta sérült Ramos, illetve a szintén sérült Weir nem játszhat. Ami pedig a Zalaegerszeget illeti, ugye hát itt, ha megnézzük a hiányzókat, ugye nincs Demien a kapuban, Halilovic eltiltását tölti, Šanković és Szalai az, akinek a játékára még nagyon számított volna érzésünk szerint Waltner Róbert. Szluka tisztázott. Futács veszi át, és találja meg Mijovszkit. Mijovszki Gergényi lép oda, így azonban a labda jó lett Miknyóckinak. Miknyóckki akár lőheti is, inkább egy továbbítás, ott a gólhelyzet, Mijovszki véd a kapus Gyurján. Még mindig ott a lehetőség, és ez a beadás pontatlan Stíbertől. Az biztos, hogy mindig akció közelben a játékvezető. Mijovszki. Mijovszki lőhet. Jönnek előre a védők is fejelni. Tajti, jó a beadás, és bizony nem sokon múlott, hogy nem egy védő, hanem hogy Zimonyi nem szerzett gólt. Kálnoki is, Gyurján. Óha, ebből nagy baj lehet. Gyurján javítja aztán hibáját. Itt van Gyurján Márton. Kálnoki is Dávid bátran hazapasszolja, és itt bizony Futács lövésébe bele kellett vetődni. Újabb gólhelyzet, Futács, és ezt kivédi Gyurján. Futács beközépre. Még mindig ott a helyzet, Stíber lép rá a labdára, Szpirovszkinak tenné vissza, és aztán a lövést végül Miknyóckki engedi el. Futács, jó a lefejelt labda, Stíber. Még ez is helyzet, Mijovszki veszi át, Mijovszki, és sikerül kivédeni egy Gyurjánnak. Ramadani, Stíber, átteszi a bal lábára, Stíber, ott a helyzet, és ez is kimarad. Szpoljarics felé, Grzab veszi át, Lesiak helyzetben, Lesiak még. Na, merre forduljon. Ott egy jó, hogy micsoda gólt lőtt Szpoljarics. Vezet a Zalaegerszeg. Jó, Stíber kapja a labdát és lövi mellé. Aki megy előre, Szluka mellette, mögötte. Ramadani. Stíber. Lövésre kapja vissza Stíber, Gyurján. Ramadani. Ez hosszú, Tajti. Spoljarics, Mesák helyzetben, Mesák befelé cselez, majd kifelé, és aztán lő egy gólt. Meccs előtt, az Ete ezt a meccset megnyeri, megint följön az ötödik helyre, Mijovszki teker mellé. Stíber. Stíber. Futács kezeli le, Futács még, Futács húzza vissza, ott a helyzet, kapufa, Szluka. Rövid a mentés, Futács jól veszi le a labdát, és szépen rúgja vissza. 14 méterről jön a lövés. Szerencséje volt most az Zalaegerszegnek. Ez meg mellé megy, szöglet lesz. Szluka. Jó a csel. Lendületből mehet tovább Szluka. Megpattan a labda, Stíber viszi el testtel, és adja be középre Futács. Mesák. Mesák középre, ott a gólhelyzet, és nem jön össze a harmadik gól, egyelőre nem, Lesiak lő, Mijatovic véd, Spoljarics duplázik, Kadlec, Tajti, ez pedig felszabadító rúgással felérő. Ramadani találta el, Tajti, hibázott az MTK is, Tajti, szépen tartja meg, és faltoltatja le magát, előnyszabály, Mesák. Rövid a labda, de így eljut Lesiakhoz. Lesiak, még egy csel, Lesiak lő, és kivédi Mijatovic. De több időt már nem kell eltölteniük a gyepszőnyegen. Nyer
2-0-ra a Zalaegerszeg. A 35. percben Spoljaric szépségdíjas góllal szerzett vezetést. Ezt az első félidő utolsó percében Mesák toldotta meg.